Csikós László a Vajdasági Magyar Szövetség politikusaként lett a munkaügyi, foglalkoztatási és szociális ügyi minisztérium államtitkára. A népjóléti területért felel, és mint mondja, eddig az volt a gyakorlat, hogy minden gondot éppen erre a területre hárítottak, mondván majd szociális segélyből megoldják. Per az országban 309 ezeren kapnak különféle szociális segélyt, ez 100 7000 családba van jelen. Aztán, ami már egy folyamat és az uniónak a követelménye, az az, hogy akik intézményben vannak elhelyezve, tehát gyermekintézményeinkbe vagy különféle ö, rokkant intézményekbe, az a tendencia, hogy próbáljuk a családba való kihelyezést minél jobban népszerűsíteni. A szociális intézményekben jelenleg 698 gyerek van, 4500-at pedig már sikerült családoknál elhelyezni, hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy ez már megfelel az európai követelményeknek. A különböző szociális intézményekben viszont kevés a szakképzett dolgozó, ezért szeptembertől Újvidéken szociális munkásképzés indul azoknak, akik pedagógiai vagy pszichológiai szakon végeztek. Két szemeszteres átképzés, ahol megerősítenék az ő ö, tudásukat azokkal a tárgykörökkel, amelyek a szociális munkás képzésben fontosak. Az Európai Uniós csatlakozás során Szerbiának össze kell hangolni a szociális rendszerét is az európai elvárásokkal. A tárgyalási folyamatban Csikós László is részt vesz, mint magyarázta, változások várhatók a szociális védelmi ellátórendszerben, a gyermekek és nemek egyenjogúsága kapcsán, illetve a munkahelyi baleseti kockázatok területén.